Álláspontunk szerint ez az újabb Magyarországgal foglalkozó vita nem más, mint a Soros-féle bevándorláspárti politikusok választási kampány eseménye. Soros kampányában pedig a magyar kormány nem vesz részt, még kevésbé asszisztál ehhez a magyar miniszterelnök. Ha bármikor az elmúlt években volt tétje, vagy legalább egy minimális komolysága egy Magyarországról szóló vitának az Európai Parlamentben, akkor a miniszterelnök mindig személyesen vett ezen részt, kiállt és megvédte Magyarországot. A mai esemény azonban semmilyen szempontból nem vehető komolyan. Pontosan tudjuk már most, hogy mi fog történni. Soros emberei, a bevándorláspárti politikusok mondva csinált hazugságokkal fogják Magyarországot támadni. Főszereplő lesz ebben nem csak a most már itthon méltán hírhedtté vált Judit Sargentini, de például az a Frans Timmermans is, aki a brüsszeli bizottság vezetői közül a legtöbbször és a leggyakrabban találkozott Soros Györggyel, és ő lesz egyébként a bevándorláspárti szocialisták európai csúcsjelöltje, listavezetője is. Ők és a hozzájuk hasonló bevándorláspárti politikusok fogják tehát Magyarországot támadni. A támadások valódi oka az, hogy a magyarok világosan és erőteljesen nemet mondtak a bevándorlásra. A magyar kormány pedig a magyarok döntését képviseli és érvényesíti ezt az álláspontot. Ezzel akadályt jelentünk a Soros-féle bevándorláspárti politikai erőknek. Az európai parlamenti kampány pedig megkezdődött, és látható, hogy például ilyen eseményekkel már ennek a kampánynak a része zajlik a brüsszeli intézményekben. Ezt a véleményünket egyébként a Fidesz-KDNP EP képviselői, európai parlamenti képviselői ki el fogják mondani, ők ott lesznek az ülésteremben ma délután. Látható, hogy a brüsszeli bevándorláspárti politikusok mindig azokat az országokat támadják, amelyek szembe mernek szállni az erőltetett migrációval. Ezért szerveznek lejárató akciókat, ezért írnak hazugságokkal teli különféle jelentéseket, és ezért szerveznek migrációpárti kampányeseményeket most már az Európai Parlament épületében. Ez az Európai Parlament azonban láthatóan már egy kifutó széria. Néhány hónap múlva kerül sor az európai parlamenti választásokra, vagyis utolsó hónapjaikat töltik ezek a bevándorláspárti képviselők Brüsszelben. A májusi EP választás nagy jelentőségű lesz, sorsdöntő lesz, hiszen az emberek először mondhatnak közvetlenül véleményt a bevándorlásról és így Európa jövőjéről is. A választás tétje az, hogy sikerül-e megállítani a jelenlegi bevándorláspárti erőket. A Fidesz minden erejével azon lesz, hogy ezt sikerre vigye, azért dolgozunk tehát, hogy megállítsuk Európában ezt a bevándorláspárti politikát.